külföldi hallgatók foglalják el helyüket a HR Rend Kft. Épületében. A fiatalok egy rendhagyó óra keretében megismerkedhetnek többek között a munkaerő kölcsönző vállalattal. Ebben stratégiai partner a ProHumán Diákmunka, így szakmailag segítik, támogatják az egyetemistákat. A mai magyar foglalkoztatásban fontos kérdés a harmadik országbeli munkavállalók elhelyezése, hangzott el az eseményen. Ezért külön öröm számunkra, hogy indonéz hallgatók látogatnak meg bennünket a mai napon. Ez egyben egyébként nagy felelősség is, mert nem csak az egyetemet, a cégcsoportot képviseljük, hanem a városunkat is. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók, akik rajtunk keresztül dolgoznak a munkaerőpiacon, minél könnyebben integrálódjanak, és a tapasztalatainkkal segítve tudjuk őket minél egyszerűbben munkába állítani. A cégek társadalmi felelősségvállalása volt a témakör ezen az alkalmon. Előadást és interaktív beszélgetést tartottak gyakorló szakemberekkel. Az ilyen programok több célt is szolgálnak. A nálunk tanuló, vagy remélhetőleg a későbbiekben nálunk tanuló hallgatók, például az indonéz program keretében itt járó hallgatóknak lehet majd egy olyan lehetősége a későbbiekben, hogy Magyarországra visszatérve a Pécsi Egyetemet válasszák meg fölképzési programot, de egyben arról is informálódhassanak, hogy a gyakorlatban hogyan és miként hasznosulhat az a tudás, amit az egyetemi képzés során mi át tudunk adni. A foglalkozás során kiderült, mennyit tehetnek a fiatalok akár lokálisan és környezetük fejlődéséért, de tájékoztatást kaptak arról is, milyen lehetőségeik vannak Magyarországon, ha itt szeretnének munkába állni.